Városunk önkormányzata minden esztendőben jelentős forrás biztosít saját költségvetéséből az út, valamint járdakarbantartási munkálatokra. Elindulnak most a nyár közepén a járdaépítési, járdafelújítási munkák, illetve hát különböző útfelújítások, ahol még nem volt. Ez körülbelül szándékunk szerint 60-65 millió forintot szeretnénk az idén csak járdára is ilyen kisebb útfelújításokra költeni, ezen kívül, amit már megcsináltunk. Az útkarbantartási munkák elkezdődtek és folyamatosan zajlanak a Kölcsei, Mária, a Gizella, Erzsébet, Zsófia és Júlia utcákon. Eddig sikerült ebbe az évben a Mátyás Király út fennmaradó részét, tehát innen a 7-es óvoda mellett a Mártírok útig elkészíteni, illetve a gimnáziumtól a temetőig a járdát. Kész van a Mártírok út, úti csomópont, illetve még ott még finomításokra szükség van. Azt elkészítettük, illetve a Széchenyi út mellett a közút beruházásához csatlakozva megcsináltuk azt, ami a mi dolgunk. Ott még jelenleg is egy csapadékvízrendezési feladat van. A Széchenyi úttal kapcsolatban egy-két héten belül elindult ténylegesen a munka, mert aláírásra került a támogatási szerződés. Most már közúttal is megkötöttük a megállapodást, tehát azt gondolom, hogy minden akadály, a pénz is itt van, tehát minden akadály elhárult. A járdaépítési és felújítási munkálatok is rövid időn belül elkezdődnek, és a nyáron valószínűleg le is zárulnak majd.